A budakalászi esküvő kiállítás szervezői évről évre arra vállalkoznak, hogy egy helyszínre gyűjtsék azokat a kiállítókat, akik egész évben azon dolgoznak, hogy színvonalas szolgáltatásaikkal tökéletessé tegyék a házasulandók számára a nagynap minden apró részletét. 5 évvel ezelőtt télen rendezték meg az első esküvő kiállítást Budakalászon. Számos szolgáltató képviselteti magát ilyenkor a Kós Károly Művelődési Házban, így a házasság előtt állók egy helyen kaphatnak segítséget a nagynap szervezéséhez. A mai napról az a tapasztalás, hogy szerencsére nagyon jó látogatottsággal megyünk. Itt reggel, mikor jöttünk itt a kiállítótársam együtt, még zúzmara volt, és nagyon szürke felhők voltak, és köd volt, és minden, és akkor kicsit mindannyian kicsit szomorgásra voltunk, hogy jaj, mi lesz, de szerencsére olyan dél körül elkezdett felszakadozni a felhőzet, és nagyon-nagyon jó napsütéses nap volt és délután, és ez meghozta a látogatóknak is a kedvét, és tényleg most is látjuk, hogy a bálterem majdnem tele van, tehát én úgy érzem, hogy ez egy sikeres nap az egészen a nap végéig, mind a kiállítóknak, mind pedig a pároknak. A nap folyamán én többször oda megyek minden kiállítóhoz, és megkérdezem, hogy hogy látják, mi a tapasztalatuk, tehát rögtön szondázom az ő véleményüket, hogy nekik mi a tapasztalásuk, és gyakorlatilag szerencsére tényleg mindenkitől pozitív a visszajelzés, tehát hogy van kellő érdeklődő, szépen fogynak a szóróanyagok, reklámanyagok, és hát tényleg jó látni azt, hogy az érdeklődő párok is folyamatosan beszélnek a szakembereinkkel, a szolgáltatóinkkal, és hát reméljük, hogy a kellő információt sikerül átadni az érdeklődő pároknak, a szolgáltatóknak. A standard hagyományos szolgáltatókkal is találkoztak, mint például fodrász, sminkes, de egyébként cukrászda is van, esküvőszervezés, több esküvőhelyszín van nálunk, aki idén megjelent, tehát ők úgymond az esküvőhelyszínüket képviselik. Az esküvő helyszínként jelennek meg itt a környékről, itt a bálterembe. Légi fotó, légi videó, légi drón szolgáltatás lehet még elérni, esküvői ruhák, délután 1 órakor volt a bemutató, szerencsére óriási sikere volt, és nagy tömeg követte a figyelemmel. Igazániból ez egy színes program lehetőség, egy színes nap mind az érdeklődő pároknak. Lassan ennek a napnak, vagy ennek a kiállításnak a végére érünk, és itt szeretném megköszönni azoknak a kiállító társaimnak, akik a kiállítás kezdete óta, tehát az elmúlt években is már minden évben, minden alkalommal itt vannak, és szeretném megköszönni az újonnan kiállító vállalkozásoknak, cégeknek, hogy idén eljöttek és megtisztelték itt a kiállítást, hogy megjelentek itt nálunk. Egyébként lehet, hogy sokan nem tudják, de a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház, faluház esküvő helyszínként is funkcionál, tehát akár ide is lehet hozni nyugodtan egy 100-150 fős esküvőt, lakodalmat, és ezúttal szeretném megköszönni a budakalászi Kós Károly faluháznak, hogy idén is lehetőséget biztosítottak nekünk ennek az esküvő kiállításnak, hogy fedél alá hozta ezt a nagyszerű napot. Az ifjú pár megspórolhatja a keresgélést, az időpont egyeztetéseket, az utánajárást. Itt egymástól néhány lépésre megtalálhatja bárki a szolgáltatókat, akik segítenek, hogy az esküvő napja önfelett szórakozás és egy életre szóló élmény legyen. Én nagyon jól érzem magam, remélem, hogy továbbra is jönni fognak a párok. Elég sok párral sikerült beszélgetnünk, átadnunk a tapasztalatainkat, és én nagyon örülök, hogy itt lehetek. Terveztem, hogy majd körbe megyek, de igazából nem kellett körbe mennem, mert ide jöttek hozzám nagyon kedvesen a szolgáltatók, hozták a kis névjegyüket, szóróanyagukat, és voltak néhányan, akikkel személyes találkozót is megbeszéltünk, mert tényleg én is szeretnék tisztában lenni azzal, hogy itt milyen helyszínek vannak, milyen egyéb szolgáltatások, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom. Én két típust mondanék, két típusú pár van. Az egyik az az, aki úgy gondolja, hogy ő egyáltalán nem akar elkezdeni ezzel egyedül foglalkozni. Ugye hatalmas a piac, nagyon sok a szolgáltató, nagyon nehéz kiválasztani azt, aki megbízható, aki tetszik nekik, és az elején megkeres, tehát mielőtt még elkezdené a folyamatot. És akkor ugye leülünk, beszélgetünk, hogy mit szeretnének, ez az egyik típus. A másik típus pedig az, aki nagyon lelkesen, nagyon nagy örömmel belevág,
elkezd ugye az interneten keresgélni, hogy milyen szolgáltatókat fogadjon fel, és aztán elakad. Mert mondjuk tényleg egyszerűen annyira sok szolgáltató van, hogy nem tudja, hogy ki az, akit kiválasszon, nem tudja, hogy mi az, amire, azt sem tudja, hogy mi az, amire valójában szüksége van. És akkor ilyenkor szoktak még megkeresni, hogy kicsit terelgessem őket, ugye, hogy hát mégis mi az, amit szeretnél, vagy az is nagyon jó, ha megfogalmazza, hogy mi az, amit nem szeretne. És akkor ugye már könnyebben tudok nekik ajánlani olyan szolgáltatót, aki megfelel majd az esküvőre. Tehát én ezt a két típust mondanám. Mind a két fajta párral találkoztam, de inkább itt gyakoribb volt az, akik már elkezdték a folyamatot, tehát mondjuk megvan már a helyszín, de még nem találtak fotóst, de még nem találtak DJ-t, és inkább ez a típus volt ma itt jelen a kiállításon, én ezt tapasztaltam. Tehát akik elakadtak, és kell nekik egy kis iránymutatás. Az esküvő egyik legfontosabb része a mennyasszonyi ruha. A cég állandó kiállítónak számít a rendezvényen. Én úgy érzem, hogy az elmúlt 5 évben, ugye most vagyunk itt negyedjére, és talán a mostani az eddigi legsikeresebb, most volt a legtöbb komoly érdeklődőnk, akiken úgy látjuk, hogy vissza is fognak jönni hozzánk, és nagyon különböző ruhákra kíváncsiak egyébként a mennyasszonyok, ami egyébként az idei trendeken is látszik, hogy egyszerre van nagyon egyszerű szatén ruhától kezdve a nagyon díszes csiricsáré ruhákig, és úgy látszik, hogy ez bevált, hogy mindenből hoztunk, mert mindenki érdeklődik mindegyik iránt. Sokan keresik a nagy szoknyás ruhákat, tehát meglepően sokan maradnak még mindig a klasszikus vonalnál, hogyha az egy kicsit meg van bolondítva. Tehát például a kiállításon, vagyis hát a show-n, a divat bemutatón is volt egy ruha, aminek ilyen 3/4 súlya volt, ilyen sok hajtással, egy zsebes spazon, fehér ruha, egyébként egy sima szatén, egy sima csipke felsővel, de annyira extrémen van megbolondítva a két anyag egymáshoz való viszonya, és nagyon érdekes, hogy azt például nagyon sokan kérdezték, és nagyon sokan csodálták meg, most már azt innen levittük a színpadról, az most már lejátszott, az például egy nagyon szeretett forma, illetve a másik véglet, hogy nagyon sokan keresnek abroncs nélküli ruhát. Tehát igazából végletek vannak az, hogy valami egy kis abroncsal mutatós, azt nem annyira szeretik, mint hogy inkább ne legyen alatta semmi, és szép egyenes legyen a ruha, ez például egy ilyen pont itt mellettünk. Van, aki az utolsó pillanatra, tehát most például volt olyan mennyasszony, aki idén tavaszi esküvőre nézelődött. Igazából a tél az mindig a nézelődés időszak, és kétféle típusú mennyasszony van, akinek a ruha a legfontosabb, és azzal kezdi a keresést, azaz, aki mondjuk januárban már egy szeptemberi esküvőre válogat, vagy egy következő évire válogat, és van az a típus, akinek fontosabb a zene, a hangulat, az ételek, a helyszín, az például az, aki most jött és tavaszra keresett ruhát. A művelődési ház nem csak a helyszínt biztosította az eseményhez, hanem kiállítóként is jelen volt. A díszterem ugyanis házasságkötőként is működik, a bálteremben pedig lakodalmat is lehet tartani.